A Lafarge Cement Magyarország Kft. A hazai építőipar egyik meghatározó építő alapanyaggyártójaként számos intézkedést és programot vezetett már be a körkörös gazdaság megvalósítása és a karbonlábnyomának csökkentése érdekében. Ennek eredményeként mára már elérte a mintegy 100%-ban alternatív tüzelőanyaggal történő üzemelést. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár közel 100%-ban tudjuk a fosszilis tüzelőanyagokat ipari és háztartási hulladékkal helyettesíteni. Ez egy óriási eredmény, ezzel nagyjából az európai élvonal legelső helyén tartózkodunk, mind a saját gyárainkat tekintve, mind úgy általában, ami a világ cementgyártását jelenti. Most azonban új problémákkal küzd a vállalat. Az elmúlt időszak kedvezőtlen piacgazdasági változásai, valamint az orosz és ukrán háborúhoz köthető alapanyagellátási problémák már oly mértékben begyűrűztek az építőiparba is, hogy számos vállalat gazdaságos és fenntartható célokat szem előtt tartó működése szinte ellehetetlenült. Mindezen körülményeket nehezíti a magyar építőalapanyagok és azok gyártásával kapcsolatos jogszabályi környezet változása, amely a versenytárs importtermékekre nem vonatkozik. Valószínűleg nekünk a negyedik negyedévre drasztikus lépéseket kell hozni. A termelésünket egy kicsit korlátoznunk kell azért, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket. Egy kicsit most hátra fogunk dőlni, a gyárat karban tartjuk, szépítjük, és nagyon fontos, hogy a kollégáinkat egy különleges helyzetbe, különleges közegbe tudjuk képezni, akár külföldön, akár nálunk. Most maga a gyár és a munkavállalók lesznek az elsők. A vállalat mindent megtesz azért, hogy megerősödve tudják majd elkezdeni a 2023-as évet.